Szeretettel köszöntök mindenkit a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt választási központjából, innen a Bálnából. A választások véget értek, legalábbis 7 órakor elvileg az urnák bezártak, ahol még sorban állnak, ott természetesen van lehetősége mindenkinek a szavazatát leadni. Mindenek előtt nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan vettek részt a választásokon. Ez mutatja, hogy a magyar demokrácia erős, Magyarország polgárai dönteni akarnak a saját jövőjükről. Köszönjük mindenkinek, aki elment és részt vett a választásokon, külön köszönjük azoknak, akik a kormánypártokra szavaztak, akik a kormánypártokat tüntették ki bizalmukkal. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ahol még sorban állnak, mindenkinek legyen lehetősége leadni szavazatát, a választási szerveket ennek biztosítására kérjük. Azt látjuk, hogy az érdeklődés óriási, a legitimációja a következő országgyűlésnek nagyon erős lesz, még arra is jó esély van, hogy ez legyen minden idők legmagasabb részvétele. Ez közös siker, ez a magyar demokrácia közös sikere. Köszönjük még egyszer mindenkinek, aki közreműködött a választások lebonyolításában. Ne felejtsük el, hogy majdnem 11 ezer szavazókörben lehetett ma szavazni. Azt látjuk, hogy voltak ugyan szabálytalanságok, a Fidesz is kénytelen volt nagyon sok esetben panaszt tenni, de alapvetően a választás rendjét befolyásoló körülmény nem volt. Ezért nagyon örülünk annak, hogy magas részvétel mellett egy erős, legitim parlamentje lesz az országnak. A továbbiakat pedig a következő néhány órában mindannyian látni fogjuk, és igyekszünk ezt kommentálni.